Modern tájképek, apokaliptikus vízió, ilyen hangulatképekbe csöppen a látogató a Tolnai Magház legújabb kiállításán. Balogi Jenő szekszárdi festő művészeti gondolkodásának alfája és omegája a föld megmentése, az őszinte aggódás, a köznapi emberben a cselekvő együttérzés kiváltása, a planetális tudat kialakítása, a modern festészet eszköztárának felvonultatásával. A Magház tágas, remekül megvilágított kiállító termében mindez nagyszerűen érvényesül. Kipusztítják az őserdőket, az óceánokat szennyezik. A mai napig 1 millió hektár erdőt vágtak ki, de úgy kipusztították, hogy ott már őserdő az a régi valóságában sose fog megjelenni, legfeljebb 100 millió év múlva, de az még kihalnak ott állatok, madarak, növények, azok már sose lesznek ott. Azon kívül szennyezik az óceánokat is. A csendes óceánban, csak a csendes óceánban 50 millió tonna szemét lebeg. Egy tucat aton tenger alatt járó szunnyad a mélyben a tengerek fenekén. Most ha kiszabadul a sugárzó anyag, mivel a halaknak nem kell se vízum, se behúzdadási engedély, azokat kihalásszák, mi megesszük, és nem tudjuk, hogy mitől lettünk betegek. Szóval egyszerűen elképesztő ez a pusztítás. Balogi Jenő szerencsésnek mondhatja magát, mert élete során megadatott neki, hogy a Föld a nagyvilág számos természeti csodájához személyesen is eljusson utazásai során, ami festőművészi munkásságát mindenképpen kiteljesítette. Még Kim Il-sung idejében, a 80-as évek elején láthatta Észak-Koreában a világ legmagasabb krátertavát, amit vászonra is vitt. És sikerült rábeszélni az idegen vezetőt, megbeszéltük vele, hogy vigyen el minket a Mongpekdű, ez az észak-kínai, illetve a kínai és a koreai határon van, ez egy krátertava, a világ legmagasabban fekvő krátertava, ahogy mondják. És nagyon jó, fölmentünk egészen itt a hegyeknek a csúcsáig, gyönyörködtünk a krátertóba. Nagyon szép volt az odavezető út, úgyhogy ezt nem is lehet úgy visszaadni képi vonatkozásban. A vörös tónusok más bolygók kietlenségét, élhetetlenségét hangsúlyozzák. Érdekes kép Balogi Jenőtől a japán szigetvilág létrejöttének mitológiai ábrázolása is. Ez a Japán keleti oldalán van a csendes óceánnál. Ott található ez a két szikla, nem olyan nagy sziklák, de át vannak kötve egy kötéllel, ami minden év első hónapjánban lecserélik a kötelet, mivel izanagi összeházasodtak, és ez az összetartozást jelképezi az a kötél, ami össze van kötve a két szikla. Ezek a képek, köztük a kiszáradt fa, amint nyújtja ágait a Mars felé, bejárták már a nagyvilágot, kiváltva az amerikai és az ázsiai emberek együttérzését, mi több elismerését is. Az az érdekes az egészben, hogy bárhol voltam a világon, bárhol állítottam ki a képeket, legyen az Santiago de Chile, vagy Rio, vagy Delhi, vagy Athén, vagy bárhol, ott mind sikeren voltak ezekkel a festményekkel, de hogy miért volt sikerem, én azt már nem tudom megindokolni, ez nem is az én dolgom, hogy megindokoljam, de valószínűleg akkor van valami üzenete, ami az emberekhez eljut. Teljes lelki nyugalom beteljesülés, hogy fölteszel otthon egy Vangelis számot, és tulajdonképpen nézzük ezt a képet, és tulajdonképpen egy kicsit megnyugodva dühöngünk? Igen, de tulajdonképpen nem jársz messze a valóságtól, mert a festés közben zenét is szoktam hallgatni, és akkor jobban megy valahogy a festés, úgy vala az ember úgy elengedi magát, és könnyebben jár az ecset az ember kezébe. Egyéb iránt megtalálhatóak, egyfajta érdekességként a kiállításon, a hagyományos, virágos, csendéletes tájképek is, amit még Balogi Jenő édesanyja készített annó. Üzenet értéke miatt hozta el őket a kiállító. Hogyha kipusztítjuk a bolygót, akkor nem valószínű, hogy már rózsát fognak oda betenni. Ezt azért hoztam el, hogyha elpusztul ez a világ, legyen a sírjára virág, ezek a pár csendéletek tulajdonképpen azt jelképezik, ezt a kontrasztot, meg az odafigyelést a bolygónkra.